Csökken a szakképzésben választható szakirányok száma, kötelező lesz a szakmai érettségi, a felnőttek pedig 2 év alatt juthatnak majd érettségihez. Erről számolt be a képviselőknek Matolcsy György az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság ülésén. A nemzetgazdasági miniszter szerint az elvándorlás miatt is felesleges aggódni, az ugyanis rejtett nemzeti kincs. Teltház várta a bizottsági teremben Matolcsy Györgyöt. A képviselők előrejelezték, sok kérdésük lesz. A miniszter biztosította őket, nem siet sehova. Sok-sok ciklusig, tehát rendelkezésre állok. Matolcsy György meghallgatását azért kezdeményezte a bizottság, hogy megtudja, hogyan alakítaná át a tárca a szakképzést. 77 képzési terület maradt. A miniszter szerint a jövőben a valódi munkaerőpiaci igényekre kell építeni, ezért csökken a választható szakirányok száma. Termeléshez szükséges tudás alapú gazdaságot építünk, annak pedig mégiscsak a kulcsa a szakképzés. Matolcsy György a szakközépiskolákat érintő változások kapcsán elmondta, minden diáknak kötelező lesz a szakmai érettségi, majd olyan cégnél kell tanulniuk, ahol gyakorlatot szerezhetnek leendő szakmájukban. Megújul az ösztöndíjrendszer is, emellett elérhetővé teszik a felnőttek számára a 2 év alatt megszerezhető érettségit. Miért jó az, hogyha alacsony képzett emberek tömege lepi el a munkaerőpiacot? Tartok attól, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt a vállalást, hogy gyakorlatorientált képzésben a kormány és a magyar szakképzés segítségére lesz. Azaz, az ország minden területén, minden régiójában, minden szakmában gyakorlati képzőhelyeket talál és ajánl, ezt nem tudja biztosítani. A miniszter beszéde után kapott ellenzéki és kormánypárti kritikát is, gyorsan igyekezett eloszlatni az aggodalmakat. Remélem erre felemegy a világ, amelyet, ahogy pár szemüvegben, de én látom. Egészen bizonyos vagyok, hogy Magyarország az a kísérleti, és igen-igen hatékonyan jövő felé menetelő ország, amely országnak a tapasztalatait, megoldásait nagyon sokan át fogják venni. Szerinte az elvándorlás miatt is felesleges aggódni. Mint mondta, kifejezetten kedvező a magyar nemzetstratégia szempontjából, hogy sok fiatal vág neki Európának. Nagyon nagy előnyünk származik a jövőben majd abból, hogy vállalkozó a magyar, tengerre száll, de szerencsét most szárazföldre száll, tehát kimegy Angliába, Németországba, Ausztriába, Franciaországba. 1-2-3-4-5 évet kint vannak, és hazahoznak tudástőkét, tőkét, esetleg egy angol lányt, és de fiút is láttam, hogy hazahoznak, és igen, bővülünk, nyerünk. A miniszter szerint az elvándorlás valójában rejtett nemzeti kincs, a pedagógusok pedig, ha minden a kormány tervei szerint alakul, időben megkapják beígért béremelésüket.